én már 6 éves koromban tudtam, hogy festőművész szeretnék lenni. Apu beiratott engem rajzszakkörbe, és így tovább a Farsang Sándor Hefterlászhoz, majd a Váradi Lajos bácsi következett, és ő mindig azt szerette volna, amit én szeretek. Tehát ő soha nem mondta azt, hogy Norbikám, te legyél orvos, fogorvos, vagy valami olyan, amiből majd meg tudsz élni, hanem ő nagyon tisztelte és szerette, és boldog volt, iszonyatos módon boldog volt, akkor még másképpen volt a művészet, talán, mint most, de hogy a fia művész szeretne lenni, és mindenben támogatott engem, hogy ez meg is valósuljon. Borsos Miklóssal, Szászernével, Tóvári Tóth Istvánnal, ahogy mondtam, Váradi Lajos lett a bácsi lett a főmesterem, mellette bontogattunk. Ide jártak a művészek konkrétan, előbb láttam itt egy képet, ahogy itt beszélgettünk, a Royce Vidi bácsi itt ebédelt, tehát Sopronnak a festője, és én itt kis, 6 éves kisfiú, nézegettem őket, tehát találkoztam ezekkel a nagy szabású művészekkel, és szívtam magamba a művészetet. Képzőművészeti gimibe jártam Budapestre, de ugye hát ez olyan volt, hogy 7 napból 6 nap iskola, és annyira szerettem a szüleimet, hogy szombaton hazajöttem délután Győrbe, és vasárnap délután visszamentem Budapestre. Aztán, amikor elvégeztem a gimnáziumot, akkor is visszajöttem Győrbe. Egyetem után is 10 évig itt voltam Győrbe, akkor csináltam ezt a korszakváltó csoportot, ezeket az óriás magyar festményeket, meg a graffiti fesztiválokat. Elkerültem innen Budapestre, azóta is szinte Budapesten, Szentendrén élek, tehát nem Győrbe. De hát én bármikor, tehát hogyha valaki kiállt rám, hogy kell egy Szűk Norbert Győrnek, akkor én csinálok újra ilyen művészeti fesztiválokat. Sokáig azért kértem Istent, hogy legyen egy csodálatos fiam. Sok imádság, mert nem gondoltam, hogy lesz, aztán lett. És azóta, tehát nekem, ha mondhatni tényleg, ők a mindeneim, tehát ugye a feleségem, illetve a gyermekem, ezért most sokkal több időt töltök el a fiammal, mint amit szerintem sok szülő tesz a gyerekével. Tehát én mondjuk most is például 2-3 napig nem volt iskolában a Szimonka éte, mert velem volt, mert festettem, minek menjen sülébe ebbe a vírusos helyzetbe, festettünk, meg tanultunk otthon, tehát fontos nekem az ő jelenléte. Hiszen azért én is idős koromra lettem apa, azt jelenti, hogy 39 éves koromra felértem egy apa szerepre, és mindenem ez a gyermek. Volt egy-kettő nagyon súlyos mélypontom az életem, amit nem szerettem volna egyáltalán. Azért a jó Isten, illetve Jézus is sokkal erősebb lett, mindenféle más ember hatása nélkül. Saját magam fedeztem fel ezt a erőt, és hát szinte ők a mindenható, ugye 6 emberről beszéltem konkrétan, a szüleimről, a feleségemről, a gyerekemről és Istenről, Jézus, igen, ők terítik így az életemet így körbe, ami nekem egy nagyon jó dolog, de mondtam, erre rájöttem, hogy nagyon fontos, hogy ne a munkám, meg az utazásaim töltsék ki az időmet, meg energiámat, hanem a gyerek. Nagyon jó a nevünk, imádom a nevünket, a Szűk nevet, mert ugye mondhatni, hogy szűkrealizmus, a szűkrealizmus mellett, illetve egy szűk kör. Mi voltunk a Szűk kör édesapámmal. Úgy érzem, hogy mellettem vannak ugye édesanyámmal, mindig úgy érzem, tehát és segítenek nekem mindenbe, hiszen én is azért eléggé súlyos beteg voltam, és abból én úgy gondolom, hogy azért ők hoztak ki, vagy azért mentek el, hogy segítsenek rajtam fent a mennyországba. És mindig velem vannak, és nem csak, hogy álmodok velük, hanem úgy érzem, mintha föl is mennék sokszor velük, és beszélgetnék bizonyos dolgokról. Sokszor megálmodom a jövőt, és ebbe ők is tényleg segítenek, hogy mit csináljak. Tehát apukám is mondta, hogy Norbikám, örülök, hogy segítesz nekem, ez egy álom volt, de magadon is segítsél, kisfiam, tehát, hogy csináld te is, kovácsold a dolgokat, ha egészséges leszel, lesz energiád, újra fel tudsz állni. Tehát így ad nekem tanácsokat a mai napig is. Nekem ez egy olyan fészek volt ez a Győr, hogy ez hihetetlen. Szerintem Győr a legszebb város amúgy, én Szentendrének azt is mondhatni, hogy ez egy szép város, és a belvárosa is szép, de ennyire, mint Győr, tehát
leírhatatlan. Szentendre most a festők városa, és én úgy gondolom, hogy nem Szentendre a festők városa, hanem Győr a festők városa, akár mennyire is mondjuk, hogy ugye a vizek városa. Itt is rengeteg művész van, és össze kéne ezeket fogni, ezeket a művészeket. És én mindig Szentendrén tényleg ábrándozom, hogy visszakerüljek Győrbe, és újra nagy akciókat, művészeti projekteket hozzak létre. Kedvenc mondásom, minden ember tudja, valaki rossz ember, attól még lehet jó művész. De soha nem lesz igaz művész, ha hiányzik belőle az emberi nagyság és méltóság.